Most már van hang? Most jó? Ez most fura. Most már van? Állítottam. Ojaj. Igen, most jó. Ha, szuper, szuper. Viszont most valami megkavarodott, mert a most fülemben... Most már van hang. Ó, nagyon jó. Akkor itt. Oké. Na, a technika ördöge megtréfált. Jó, várjunk csak. Igen, na most. Na. Nem hallatszik be a visszhang, hogy itt a telefon, ami itt fölülről mutat, az itt nekem visszhangzik? Most jó. Rendben, akkor jó, szuper. Nagyon jó, nagyon jó. Jól van. És nem visszhangzik? No. Oké, köszönöm, köszi. Jól van, jól van. Behaladszik, hogy visszhangzom. Ó, a kutya fáját, hát, és én nem tudom, mi történt. Mert én mindenhol... Lehet, hogy ezen még se vettem le a hangot, várjatok. Hát, elvileg le van véve. Na. Jó. Hát, nem vészes. Oké, jól van, jól van. Pedig előtte ki lett próbálva, akkor még úgy tűnt, hogy jó. Aztán véletlenül hozzáértem, kilépett, most pánikszerűen a kezdés előtt visszaléptem, és azóta visszhangos hang van. Vagy nincs, vagy van, de az visszhangos. Ez van, ez már így marad. Ez lesz a ma esténk. Na. Ez fénypont. Szóval, karácsonyfa dísz. És akkor, hogy lássatok is valamit, és ne csak itt a... Szuper, csak nem mozogjak. Oké, jól van, vigyázz, ülök. Igenis, jó. Na, tehát akkor átkapcsolok arra a képre, aminek mutatnia kellene. Ez csúcs. És igen, megvan. Nő. És csoda, megvan. Szia, Zitós! Évi, szia! Elviselhető? Uff. Hát, most nem tudok mit csinálni, mert én nem merek semmihez nyúlni. Na, tehát, elkezdem. Ami a következő dolog, és amit szeretnék mutatni, valami új ötletet, ami annyira nem új, mert évekkel ezelőtt mi már sokat csináltuk foglalkozáson, de valószínű feledésben merült, illetve biztos, hogy sokan nem ismerik még. Viszont most kétféle módszert és kétféle dolgot is fogok mutatni nektek. Hát, ha tudtok valami használható infót belőle, jó? Ötös, úgy ötletet adunk. Ugye ez az egész az erről szól, hogy ötletet adjunk nektek, ugye, a bentárt élőkön. Amint látjátok, egy hungarocell gömb van a kezemben, ez a nagyobbik fajta, azt hiszem 9 centis körüli. És én ezt ketté vágtam
snitzerrel. Na most ugye ennek ugyan, na így lehet látni, hogy azért nem tökéletes ugye a felülete, hiszen örültem, hogy egyáltalán sikerült elnyiszatolni a snitzerrel. Ha ti vágjátok ketté, nagyon vigyázzatok a kezetekre, mert hogy nehogy megugorjon benne a snitzer, kell, hogy egy nagyon-nagyon valami éles dolog legyen, talán kés nem is vinné. Úgyhogy ennek a felületét, hogy eltüntessem, struktúrpasztával fogom bekenni. Se hang, se mozgás. Ezt hogy érted, Lídia? Miközben próbálom a lehető legfinomabban készíteni, vagy nem tudom, lassan, bár én ilyen izgek, mozgok közben, miközben beszélek hozzátok. Tehát, amint látjátok, szépen kenegetem. Nekem ez egy icipicit már besűrűsödött, de attól még kenhető. Szóval az a lényeg, hogy ezzel szépen ki lehet egyengetni a felületét, és utána tudunk erre tovább dolgozni. Ugye természetesen képet fogunk bekupázsolni, ami már gondolom nem új sokatoknak. Persze mindig vannak újak, akik most találkoznak a dekupázsal, mint olyan. Úgyhogy szépen elsimítja az ember, hogyha szárazabb darab kerül bele valahonnan, akkor azt kiemeljük. És ugye tudjuk, hogy száradás után ez csiszolható, és kétféle módszert is fogok mutatni, azért is vettem elő kétféle alapot, ugyanis a másik az akril gömb lesz. Itt néha még a hungarocellből ilyen kis golyókák lejönnek. Oké. Okay. Jó. Tehát igyekszünk elsimítani. Minél kevesebbet kelljen utána nyöztetni a csiszolóval. Jó. És minél simább legyen, hát úgy körülbelül így sikerült, de nem kell ezzel foglalkozni különösebben. Tehát akkor ezt én félreteszem. Víz, papírtörke. Ami nálam itt van, az már egy megszáradt, előkészültem, és meg is csiszoltam a felületét. Sőt, mi több, kivágtam képet is, amit rá fogok tenni. Ez most papírból van, tehát tudjuk, hogy a papírt úgy ragasztjuk, hogy vízbe mártjuk. Itt mártam én is a vízbe. Ez még ugye tiszta, még csak a festőkést tettem bele, azt sem nagyon mostam bele, úgyhogy már így látjátok, hogy ebbe a kis ecsetesbe zult beledobtam, nem vacakolok ezzel túl sokat. Papírtörlőn ugye leitatgatjuk. Ez ugye azért kell, azok számára mondom, akik esetleg még nem ismerik ezt a technikát, vagy nem alkalmazták, hogy szoktunk papírt is, ragasztót nem vettem elő. Papírt is felragasztani, nem csak is papírt és szalvétát. És akkor itt van, ugye tudjátok, az új Ultramatt szuper ragasztó. Ahol is bekenjük a felületet. Nem vékonyan, hanem úgy teszünk rá, tehát nem úgy, mint amikor szalvétát ragasztunk. Még egy picit sűrűbb állagú anyag.
erre teljesen jó. Jól lehet kenni, mint mindenre egyébként, tehát nagyon jó, mert nem áztatja el a dolgokat olyan könnyen, a szalvétát sem. És akkor ugye a papírt is megragasztózzuk. Itt a kicsit beljebb húzódok. Szépen egyenletesen, mindenhol. És akkor így ugye a két felület még tud mozogni, tudjuk csúsztatni, pozícionálni. Így, és akkor még be is csúsztatom ide a helyére. Így. És akkor megsimítgattam. És felülről vékonyan át kell, nem ez egy belle is védi, ugye tudjátok, hogy ezt szoktuk fölülről is kenni. Ezért is jó, hogy csúsztatgassuk rajta az ujjunkat, kinyomjuk a felesleges ragasztót és levegőt. Jönni. Sziasztok! Struktúrpaszta helyett. Hát igazából ugye a struktúrpaszta az azért jó, mert csiszolható. Akkor van még az az alapozó paszta, ami soft. Tehát az is egy csiszolható alapozó paszta. Az a lényeg, hogy csiszolható legyen, hogy az, amit kentél és egyenetlen, azt el tud simítani, Évi. Tehát valami olyan anyag. Most erre azt mondom, hogy a modellpaszta, meg a light modellpaszta, az nem jó, mert ezek rugalmasra száradnak. A sima alapozó paszta is rugalmasra szárad, nem annyira csiszolható. Kőpasztában is van még fehér, az is jó. No. Szárítás következik. Hú, most akkor ez lehet, hogy elég zajos lesz. Most, hogy így halljátok, vagy hallotok mindent. De kénytelen. Hát, várok. Addig elkezdek máson dolgozni, jó? Az a más, az pedig az akrélgömb lesz. Ugye olyan akrélgömb, amiben van elválasztó lap, és amit most mutatok, például fel lehet használni olyat, ami megsérült, mint például nekem ez, ezen van itt egy repedés, ja, most pont lehet látni, úgyhogy ez lesz a hátulja, tehát ilyenkor, mivel tudjátok, hogy a elválasztó lapot egy bizonyos módon lehet beletenni. Most nem is tudom, hogy van-e mind a két oldala. Ebben most nem feltétlenül, de a lényeg az, hogy úgy gondoljátok át, hogy most ezt fogjuk eltüntetni, ez lesz a hátulja, ez lesz az eleje, tehát hogyha képet akarunk, akkor ugye erre a felületre fogunk dolgozni. Na, lényeg a lényeg, előkapjuk a bonding alapozónkat, ami egy rétegben bőven elég. És akkor, hogy szép egyenletes legyen, szivacsal. Na most mindenféleképpen nem kell sok. Ugye kis paskoló mozdulatokkal egész vékonyan meg leszünk, gyorsan meg is szárad. Igazán nincs mi. Így, né. Köszönöm.
Ez az alapozó annyira jó, hogy még meg sem szeret a kezemen, de már nem jön le. Tehát úgy nem tudom, hogy látjátok-e, hogy mit összecsúsz a tolon, és nem akar lejönni. Nem akarom összefogdosni az akrélgömböt, bár most felülete. Tehát, hogy a hátulját fogom díszíteni, hogy arra mutatok legalábbis egy jó pofa ötletet, illetve kétféle lehetőséget. Úgyhogy most ezt egy picikét na, sikerült. Úgyhogy remélem nem lesz nagy hangzavar. Yes, Pepi. Hát én megőrülök. Bocsánat. Hát én most tényleg megpróbálom megnézni, hogy mi lehet itt a gond. Csak félek, ha hozzányúlok, megint kiugrik a képből. Mikrofonja pedig ki van, mégis gerjed. Na, most minden esetre csönd van. Jó. Szóval, azt mondja, hogy fényképpel is így kell eljárni. Milyen fényképre gondolsz? Tehát bármilyen kinyomtatott papírt fel lehet ragasztani. Erzsike. De azt a fényképet nem ajánlom, amit mondjuk előhívatsz, tudod, és ilyen fényes felülete van. Ez írja. Hát Erzsike, előhívott képet csak úgy ragasztál föl, hogy a hátulját ragasztózod be, azt ne áztass be vízbe. Azok felületkezelt alapok. Jó, azt ne áztass be inkább. Ezt még hagyom egy picit száradni, erre pedig akkor ragasztok. Ismét fogom a papír képet. Természetesen nem kell beáztatni, hogyha is papírról van szó. És akkor... Ebben még nincsen nagy újdonság, hogy tudjátok, ragasztózunk. De. Hát bocsánat, ezzel a víjogásért nem tudok mit csinálni vele. Mondom, nem merek hozzá nyúlni, nehogy szétkapcsoljon.
Na, föltettem a papírt. Ahogy beáztattam, ez pont akkora volt, és mégis nézzétek meg, hogy egy kicsit lehet látni, hogy ugye megnyúlt a papír. Semmi gond. Majd levágjuk a kilógó részeket, ha megszáradt. Ó, most olvasom Hajni az ötletet, hogy felmelegíteni a snitzert és azzal vágni. Hát ez óriási ötlet, köszönöm szépen. Na, mindegy, a képet most félreteszem, hadd száradjon. Még ezen kell még. Szia, Brigi, nagyon jó, majd nézd vissza. Szia, Teri, most látom, megjöttél. Marika is most csatlakozott. És most már átcserélem a szövegemet olyanra, hogy lássak is. És ilyenkor egyszerűen körbevágjuk. Még egy picit puha a papír, mert nedves.
Bocsánat. Igen, köszönöm. A víjogást úgy próbálom megelőzni, hogy időnként itt kikapcsolom a mikrofont, és akkor abba hagyja ezt a visító hangot. És amit most mutatok, ahhoz kell majd egy kis ragasztópisztoly. Ugyanis egy olyan érdekes díszítés gondoltam magán hátuljára, amit így megmutatok nektek, hogy nekem még ugye régről vannak ne zörögjek túl sokat. Ilyen kis lapkáim. Ezeket már nem lehet kapni. Ezek ilyen háncs, mint amikor a háncs dobozok. Ilyen fahánycs lapkák vannak megszínezve. Ilyen kis teljesen vékony, olyan, mint egy papír. De fából van. Ezzel nagyon sok díszt csináltunk. Mégpedig úgy, hogy ilyen pikelyszerűen körbe lett rakva a hátulja, kiválasztva a színhez leginkább illeszkedő színvilágot. Mert hogy a kép színeihez illeszkedőt. Na most, mivel ilyen nem kapható, ezért gondoltam, hogy egy új ötlettel, igen, és nem mindig négyzetes alak, hanem ilyen kis csepp formájú ravágott lapokat is vannak, nem? Illetve ilyen hatszög formájú. Most ez hogy lehet, hogy nincs hang? Most. Most. Most van. Kérdétek, megszűnt a visítás. Jó. És most. Már most megint kattintottam. Mindegy, akkor jó lesz így. Oké, nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon halk, beszéljek hangosabban? Mert inkább kiabálok, csak ne visítson a telefon. Jó, nagyon örülök. Szóval, ezeket, mivel nem lehet már kapni, és ezek írtójópofák voltak, ugye a kis hánc szeletkék enyhén íveltek, olyan szépen ráfeküdt a gömb hátuljára, ezt meg akartam mutatni, viszont azt gondoltam ki, hogy hogyan is lehetne helyettesíteni ezt, úgy, és végül arra jutottam,
hogy biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van, és hogy nekem is, nem kevés maradék scrapbook papíron. Tehát elég sok maradék gyűlik össze az embernek időnként, de ha most csak ezért veszel egyet, akkor sincs semmi. És az ember megnézi, hogy milyen színvilág illeszkedne hozzá, és akkor például én ezt néztem, de akár segítsetek nekem, és mondjátok meg, hogy melyik lenne jó például ehhez. Ehhez a kis rózsaszín színvilágú gömbhöz, mert én azt gondoltam, hogy ez az enyhén kis türkizes zöldes, ez teljesen jó lehet. Illetve van még egy ilyen kicsit lilás, rózsaszínes, zöld, türkizes, zöldes történet is. Vagy ha ez, ugye, mert hogy ebben van egy kicsi rózsaszín, de lehet akár keverni is. Már úgy, hogy én szerintem az azonos színvilágot érdemes esetleg keverni. Például itt ehhez a zöldes barnáshoz, ez a barna szöveg is nagyon jól tud menni. Szóval a lényeg az, hogy hasonló színtónusú, de lehet különböző mintájú. Ezen a ponton nem kell vonalzóval kimérítkezni, mert pont az lenne a lényeg, hogy ahogy esik, tehát nyilván nem nagyon nagy eltérésekkel, de teljesen szabálytalanul nyugodtan lehet vagdosni. És akkor feldarabolom, tehát hogy megnézem, hogy ez pont akkora méret, tehát ez a csík, ami úgy gondolom, hogy ez körülbelül olyan 3 centi lehet, tehát ez például pont olyan méret, amit hát ahogy sikerül így kézzel feldarabolni, akkor én ezt felvágom ilyen darabokra. A másik fele ilyen írásos, tehát még ha lefordul, akkor is nagyon jól illeszkedik, és akkor ezek a kis négyzetek, meg félrehúzom, egyszerűen az ember fogja, és akkor így feldarabolja. És ha elfordul, és a másik fele mutatkozik, akkor sincs semmi. Itt ebben az esetben ennek nagyon világos a másik fele, az már lehet, hogy nagyon kiugrik, tehát annál, ha megfordul, akkor arra figyeljünk. Ennek hasonló mind a két oldala, tehát ebből is, ha vágok, legyen ez a vége, egy hasonló csíkot, de tényleg akkor innentől kezdve hasonló szélességű, nagyságú darabokról beszélünk. Szépen volt. És akkor szépen az ember így feldarabolja ilyen kis négyzetekkel. Legyen most négyzet, jó? Legyen négyzet. Körülbelül így. És akkor szépen ezt fel lehet ragasztani. Minek ugye az lesz a lényege, hogy majd itt is le lesz a széle várva, és fedésbe, tehát így élére állítva, fedésbe kell felrakni ezeket, tehát fölülről indulunk, és úgy, hogy ne látszódjon ki semmi a hungarocellből, a hungarocell fehérjéből. Viszont ahhoz, hogy ez tényleg fedésben legyen, nem a tetejénél kezdjük, hanem az aljánál, tehát a kép aljánál kezdjük majd, azért, hogy amikor rakjuk a következőt, akkor az szépen, megtalálom, tehát ugye szépen így kerüljön fedésbe majd, meg átelemben, és akkor így haladunk a teteje felé. Jó? No, akkor settibe. Nyomok még ide jó párra, mert azért nem keveset fölveszem. Aztán majd utána mutatom, hogy tudjuk tovább díszíteni. És egy ilyen nagyon-nagyon egyedi, nagyon-nagyon érdekes, ha a végén nem akkora, akkor ezt kidobjuk. Nagyon-nagyon érdekes hatású dolog lesz. Akkor kettőt, hármat összefogtok,
és akkor gyorsabban megy színét. Le. Körülbelül hasonló méretek. Vannak is ragasztók. Na most a hungarocell esetében elő lehet venni egy express ragasztót, vagy valami hobbi ragasztót nyugodtan, viszont az kicsit lassabban fog száradni, ugye ez a gyors megoldás. Tehát fogom az alját, ugye a hungarocellnek is ugye erre a módszerrel, ezzel a módszerrel, ha van nagyon-nagyon sérült hungarocelled, azt is ugye el lehet tüntetni, tehát nem kell ezzel foglalkozni. És szépen elkezdjük. Megemelem, elteszem, nézem a képet, hogy pont a zajja legyen. És nagyon vékonyan kenem meg, mert ugye a meleg a hungarocellt megolvasztja, és a közepét ragasztom elsősorban, hogy ne ragadjon le teljesen. Aztán majd így mindegyiket körbe le fogom vágni, ezért itt a szélénél. Tehát, hogy úgy egyenes lesz. Itt ez egy levélke, meg egy szirmocska, ami nagyobb, mint a méret, de az egyáltalán nem baj. Most vagy levágom, vagy nem, majd azt még eldöntöm később. No, tehát a következő az az lesz, hogy ragasztom a következő, mondjuk most megfordítom a másik felét, mutatom. Szintén nagyon vékonyan, és nem kell az egész felületet, csak úgy a közepét, és rácsúsztatom a másikra. És nem baj, hogyha a széle fölel, sőt, az a jó. Tehát így alakul. És folytatom tovább, akár másik mintájúval, ami ugye hasonló színezetű, vagy megfordítva, mindegy. No, hát ezzel el lehet babrálni. De az fontos tényleg, hogy vékonyan, és jó fedésben legyenek. Vigyázzatok, amikor megfújjátok, már jó meleg. És szórjuk. Itt az első sor fogja felvenni a legtöbbet. Tulajdonképpen így körbe-körbe rakjuk. Jöjjön másfajta. Picit elnagyoltam, tehát azért a négyzetet figyeljünk, tehát én is, ahogy itt egy picit sietve vágtam el. Nem áll mindegyik. Azért, hogyha ti odafigyeltek, higgyétek el, sokkal szebb lesz az eredmény. Ugyan az első sornál még annyira nem lehet érzékelni azt, hogy mennyire jó pofa az, amikor na, ez egy kicsit nagyobb le. Hoppá. Szalad, szalad. De majd, amikor ráfed a következő,
Na, akkor fog kiderülni. Ha nagyon nagyot vágtok rá, annak megvan az a veszélye, hogy nagyon el fog állni. Tehát azért az sem mindegy, hogy az ennél kisebb az azért már nagyon sokáig tartana, de az ennél nagyobbnál. Hát nem tudom, én abból indulok ki, hogy ott voltak ezek a körülbelül ilyen méretű lapocskák, és ezekkel nagyon szép eredményt lehetett elérni. Próbálok kettőt is leragasztolni, aztán kettőt is felrakni. Tényleg nagyon-nagyon kevés elég. Ugye tudjátok, hogy ez a melegragasztó, ez nagyon hamar dermed. Nem is maradt el, mert túl kicsi tettem rá, hogy látszik. Mégis maradunk az egyesével való módszernél. Úgyhogy nem tudom, hogy utána, amikor egyet levesztek, tudjátok, hogy lesz egy ilyen kis gumó a megdermedt ragasztó után. Ha túl nagy a gumó, akkor azt inkább le kell szedni. És másfajta is. A négyzetes megoldás az azért jó, mert szépen lehet a közepette le összehúzni. Hogy szűkítsük. Na és akkor itt most már mindjárt megérkezünk a végéhez. Úgy látom, hogy egy kis van egy kicsit nagyobb darab. Ide pont be tudok csúsztatni egyet, tökéletes. Záródik. Ugye tudjátok, a meleg ragasztónál oda kell fogni. Így ide. Beillesztem. Már amennyire tudom, de ezért jó, ha csak egy pöttyöt teszünk. És akkor körbeértem. Szépen szintbe hozom, meg fel tudom díszíteni. Aztán, hogyha akarjátok, hogy ide mit ragasztotok, ilyen sodrot, zsinort, vagy csipkét, vagy egyszerűen csak egy kis hópasztával a szélét megdolgozni. Az már részletkérdés, ugye most így lesz a történet. Szia Marika, semmi baj, igen, visszanézed. Jó pofa, új ötletet mutatok. Na, és akkor ugye, amit itt levagdostam, ezek nem kellenek, mert hogy ezek a pici sarkok. És jön a folytatás. Itt látok egy nagyobbat, akkor kisebbet kell szabni, illetve még úgy tűnik, hogy bizony-bizony kell majd kisebb. Na, tehát akkor vágok ebből is.
Ennek nagyon szép a másik oldala, azt nem fogom használni. De ha csak egyféle papírotok van, azzal is tökéletesen jó. Tehát egy pillanatig ne aggódjatok, hogy nektek mondjuk nincsen ennyiféle papírotok. Jó? Ugye általában ezek a scrapbook papírok nem egyszínűek, hanem van valamilyen mintázata, akár még ha csak valami ilyen kis mintázata is, akkor is nyugodtan egyféléből is megcsinálhatjátok. Így gyorsabban megyek vele. Ha már itt is megfordítom, a következő sort pedig úgy fogom rakni, hogy ráfed. Tehát a kettő közé és ráfed. Ismét ráfed. És ugyanúgy haladok vele körbe. És majd itt is ráfed, és itt fogjuk látni ezeket a szép kis tüsköket. Na de mindjárt elkezdem, és akkor látni fogjátok. Tehát azért fontos, hogy a sarkaira ne tegyetek ragasztót, csak ide középre. Azért, hogy fel tudjon állni, hogy tudja mutatni magát. Nagyon jó. Kisebbeket érdemes, ahogy haladunk középre, és szűkül a mintázat, oda felhasználni, ha véletlenül sikerült kisebbeket vágni, mint itt nekem itt Seppibe szintén sikerült kisebbeket ide rakni. Tehát azt akkor érdemes, amikor már belső körökön vagyunk. Nem gondolnátok, hogy ez egy ilyen kis babra munka. De nagyon-nagyon jó pofa lesz rám a végén. Itt is szépen megyünk körbe. Kicsit meleg. Kevés legyen.
És szépen alakult. És még egy utolsó. És a következő sor is megvan. Nem tudom, hogy kicsit több volt az első, a ragasztó, de se baj. Tehát itt a második sor, ami igazán izgi, az majd ezután következik. De már most olyan nagyon jó pofa. Látjátok, milyen klasszak a kis pikkelyek? Szia, Tekla! Szia, szia! Szóval itt látszik már, és akkor szépen következő sort is. Ugye ismét fedésben. És csak arra kell figyelni, hogy ezek a pikkelyek jól mutassanak, és annyira kell felhúzni őket, hogy tehát nem kell indokolatlanul túl sűrűre rakni, csak éppen annyira, hogy eltakarja az előzőt. Jaj. Ez ugye érdemes megvárni, ugye én most próbálok sietni, mert ez nem annyira látványos. Ebben a formában. És nem fogom oda, meg nem figyelek annyira pontosan az illesztésre. De ennek ellenére is nagyon-nagyon jó pofa, és jól néz ki. És most már tényleg nem sok van hátra. Még egy kis ugyanán kell. A belső körök már sokkal gyorsabban mennek. Igen, Marika, igen, türelemjátékezés. De rendkívül jó pofa, nagyon különleges darab lesz belőle. És itt már ezzel a sorral mindjárt meg vagyok. Nem is tudom, ezek olyan nagyon barnák. Na, és akkor majd ide is egy kicsit maradj a kicsike következő zárásnak. És most már
Még talán két sor megegy a közepére, és kész is lesz. Itt már nagyon kell figyelni, hogy a sarkok úgy álljanak. Szépen lefelé fölfelé dolgozzunk. Lehet, hogy hát ezzel tényleg annyira klasszul el lehet bíbelődni, de annyira látványos dolog lesz a végén, meg ki kell vágnom egy kicsit. Amikor vágjátok, a kisebbet azt nem úgy értettem, hogy látványosan kisebb, csak amelyik véletlenül úgy sikerült, hogy keskenyebbre. Mert a jóval kisebb méret azért az meglátszik, hogy nem egyenletes, mert pedig azért itt fontos, hogy az összhatás rendben legyen. Tehát lehet egymásra csúsztatni jobban, azzal érjük el azt, hogy bezárjuk. Az első sarkok mutassanak jól, ez a fontos. És hát ugye tudjátok, a meleg ragasztónál túl sok korrigálási lehetőségre nincs mód, úgyhogy arra érdemes figyelni. Hogy arra veszt az ember. És ide is érkezik az utolsó darab. Ez tényleg már csak egy sor érkezik ide a tetejére. Már csak néhány darab, és már is készen van. Már ez csak néhány darab. Négy, öt, talán. És kész is. És egy fedő a közepére, ami lezárja az egészet. És szóval ez lett a kis pikkelyes díszünk. Így lehet jobban látni, ahogy kicsit árnyékban van. Szia, Natália, szia! Örülök, hogy itt vagy. Úgyhogy
Ezt folytatom most gyorsan, illetve fogom befejezni. Hát úgy látom, hogy szalad-szalad az idő. Ugyanez lenne a módszer az acélgömbre is. Itt még majd mutatok egy kis különbséget, hogy igen, csak akkor zárjátok össze az acélgömböt, szóval csak akkor zárjátok össze, ha minden teljesen megszáradt, tehát amivel bedíszítitek, hó, dér, jég, hatás, bármi, csillám, az mind-mind teljesen legyen megszáradva, és csak akkor zárjátok le. Különben a száradási folyamatban a nedvesség párolog, és be fog opálosodni a búra. Tehát a víz lecsapódik belülről, és az már soha nem jön ki. Tehát ugye ebben az esetben még lehet ugye díszíteni különböző dolgokkal. Ugye, hogyha én azt akarom, hogy itt a széle, itt van például az a könnyű modellpaszta, amivel ilyen tejszínhabszerű módon lehet havat varázsolni, már hogyha nincsen eldugulva a szentem. Mert hogy ez mindig olyan könnyen. Na, de. Tehát ez a szélét például körbe lehet tisztítani. Meg lehet villámporral. Tehát ugye ide azért érdemes egy kicsit nagyobb mennyiséget, hogy itt a szélét eltakarja. Mondom, nyugodtan akár ilyen zsinórral is. Hát ez sikerült, arra köszönöm, hogy jó lesz, így ahogy van. Ez elveszi a figyelmet ugye itt a széléről, a takar is természetesen. Jó kis havas hatást is varázsol egyúttal. És amit még meg szerettem volna mutatni, aztán most pont lehet, hogy ezzel nem is tettem annyira jól, hogy hogyan díszítjük még a hátulját, ezeket a pikkelyeket, a pikkely formát. Ugye most meg próbált rászállítani egy picit. Ezt aztán persze lehet tovább turbózni. Igen, ez elég gyorsan szárad. Na, és akkor a következő, amit szeretnék mutatni, remélem nem nyúlok bele, az az lehet, hogy egy kis üres kockával. Legyen a bondék, de bármilyen fehér akril is jó erre, meg dekorpénz, vagyis krétafesték. Tudjuk a száraz szivacs módszerét, amikor is nagyon-nagyon kiszedjük a festéket, hogy nagyon kevés legyen benne. Ugye itt összeszítem azt a kevés festéket, amit ugye lekapargattam a szélét, esetleg még kisütögettem, és szépen a kiálló
pikkelyeket finoman húzogatom el. Vagyis, hogy kaskolgatom el. Ugye tudjuk, hogy ez szintén egy türelemjáték. És akkor egy ilyen kicsit ilyen deres hatást lehet elérni. Ugye most próbálom nem úgy letenni, mert hogy még nem szárad meg a könnyű modellpaszta itt a szélén, bele is nyúlok rendesen. Mert talán itt a zöldebbeken jobban látszik, hogy ez egy picikét ilyen deres hatást ad. És egy kicsit egységesíti ezeket a kis pikkelyeket. Nem tudom, mennyire tetszik. Érdekesen lesz mint a telefon kamerája. Közelebb teszem, és akkor így jobban megmutatja magát. Nem egy kicsit. De ugyanezt terveztem a másik felülettel is, de akkor ezt be fogom fejezni, és akkor ennyi fér bele a mai nekünk rendelt időbe. Igen, tökélet a beszavam, amikor dolgozom. Így értek, nem könnyű beszélni folyamatosan, és közben figyelni. Legalábbis nekem nem, biztos, hogy van, aki másképp. Van ezzel. Na de. Amit még például érdemes ilyen esetben egy kis extra csillogást belevinni, ha már egyszer egy ilyen deres hatással egységesítettük ezeket a különböző színű mintájú deltaszerokon színről beszélünk. Azt pedig, hát nézzük, van itt nekem kis soda dobozom, nem azt a csillámport is szórhattam volna, de mondjuk van egy ilyen türkiz színű csillámom. Hát, már imádtam, mert ezzel meg a lányok is ezzel annyira nagyon jól, mert ebben már nagyon-nagyon sokat rúgja. Már csak azért van meg, hogy nézegessen. De mondjuk elő lehet venni az ezüst színűt. Szintén ugyan egy türelemjáték, de ezeket a kis sarkokat, amik a pikkelyeknek a sarka, azt így ezzel a kis csillámmal, ilyen enyhe kis V alakban ki lehet emelni, és ezt így mindegyiken így végig játszogatni. Ez is nagyon jó pofa, illetve akár van ez a szivárványos. Ez is írtó jól mutat. Ugye ebben van egy kis zöld is, és jobban, ma talán jobban is látszik, igen, mint az ezüst, mert többféle színárnyalat van benne. És akkor így ki mennyire szeretné, kicsit jobban, vagy kicsit kevésbé. Tehát, hogy egészen csak így a pici sarkát, most így próbálom hova tegyem, így, hogy látszódjon. Tehát, hogy egy ilyen egész kicsikét rajzolsz a sarkával,
vagy akár egy kicsit hosszabbat, így ívesen, és akkor így megtöltöd, hogy több csillogó legyen rajta. Ez már mindenkire rá van bízva, hogy mennyi csillámot szeretne, és akkor ezeken szépen így végig kell lépdelni, és elég, az oldalsó sarkokat nem kell, mert a túl sok sem jó, tudjátok, tehát ahhoz, hogy ez érvényesüljön, egy sarkot kinézel, ugye ezt a felálló kis sarkát, és akkor minden egyes darabnak ezt a tulajdonképpen ezt az alsó sarkát, ahogy letennéd. Az ezüstre is rámegyek, a baja keveredik. És akkor ezzel lesz jaj, nem találom, egy csillogása, ami most ezen fények között nem nagyon látszik. Lográci. Egy kicsit elnyomódott a tejszihab hópasztám. Na majd ezt be fogom fejezni, tehát ezt csak meg akartam mutatni nektek, hogy ez így. Ugye természetesen akár a jégkristályjal, akár a hókristályjal. Na most nem, hogy legyek jó, hogy tegyem le, hogy ne érjen hozzá, és ne kenődjön el. Tehát akár melyikkel lehet ugye díszíteni, de ugye ezzel a tejszínhab-szerű könnyű modellpasztával is, ugye ezzel teljesen fehér felületet, a jégkristályjal pedig lehet egy kis hát varázsolni, amennyiben. Hát ezt én tavaly használtam, hát ezt most lehetetessük. Maradjunk egy másiknál. Ebből viszont jön. Tehát. Ugye. Itt pedig az enyhén csillogó hókristály jól meg lehet csinálni ugye a díszítést, a havat. Ki lehet emelni virágokat, vagy virágokon éppen csak csillámot. Ugye itt a nagyobb mennyiségű hó is elfér. De sosem jutunk el odáig, hogy teljesen befejezzem az alkotásokat, ugye ezeket a kis apró kis díszítő dolgokat, ezt mindig később szoktam meg, vagy befejezni, ugye. Már be is vannak ilyen nem tudom. Mert ha túl erősen nyomunk, akkor hételmet köp egyet, ugye mondtam. Tehát hóbuckát lehet rajzolgatni. Szintén csillogóval a virágokat ki lehet emelni. Ezek már kis, ezek már az utolsó szépségek, amiket az ember így csinál, amivel már csak így teljessé válik, ez már az öröm része, nem a úgynevezett munka része, bár az egész alkotás öröm, de akkor is. És egy felépenséggel kis deret szeretnénk, még a rózsákra is varázsolhatunk, egy kis deres csillogást. Kifejezetten jól áll neki, hogyha így a széleit átrajzoljátok. Na, örülök, hogy most erre is sor tudott kerülni, hogy ilyen kis apró kis nüanszokat is, ami persze azért nagyon szépé teszi az egészet. És megpróbálom megmutatni, mert én itt látom, nekem ez csillog. Be tudja venni a kamera? Nem, de nézzétek, azért egy picit felsejlik, és akkor egy kicsit megcsillan. Szóval,
Ugye így Pest az, amikor több tonna hó esett, ami nálunk nem fordul elő. No. Hát akkor ez lett volna az a kis trükkös díszítés, amivel ezzel a kis deres hatással, ilyen kis pikkelyes megoldással egy érdekes, különleges megoldást teszek. Na most az akasztót ugye ilyenkor ide középre fogom rögzíteni, mert hát ez most tényleg meg kell már, hogy száradjon, meg ugye majd befejezem az teljesen. És ugye ide a lehető legszéléhez, hiszen a súlypont az itt van, itt a legszélesebb, ugye a tömege az itt van, lehető legközelebb ide teszek akasztót. Ez akkor mondjuk egy masni, tehát ugye papírt ragasztottam rá, tehát ezt zokszó nélkül egy ollóval ki lehet lyukasztani, és akkor a lukba a madzagnak, vagy a vékony 3 mm-es szalagnak, hogyha összefogott csomót kötsz rá, akkor azt oda bele lehet tuszkolni, ugye egy csepp ragasztóval lerögzíteni, és akkor ugye egy mini masnit kötsz, és azt pedig elé ragasztod, és akkor innen szép masnika is lesz az elején például. No, akkor hát ennyi lett volna a mai ötlet, úgyhogy nagyon örülök, hogy itt voltatok. Egy nagyon jó pofa, nagyon érdekes, különleges és nem szokványos megoldás karácsonyfadíszre, és amennyiben ezt jó lesz, ezt akrélgömbbe csináljuk meg, ugye akkor ugye a képet, ahogy beleteszed, a képben még aztán ott díszíthetsz, tehát ugyanígy csak száradjon meg, és csak utána állítsátok össze, és ugye akkor itt a felületén pedig még plusz további díszítéseket tudtok csinálni, akár mini bogyókat, mini fenyőágat, vagy valami zölddel is be lehet díszíteni. No, hát akkor keresem a keresnivalót, az egeret, és egy elköszönésre. Na, sikerült, úgyhogy így módon akkor el is köszönnék tőletek, és köszönöm, hogy velem voltatok, a türelmeteket, hogy itt a technika ördöge az tényleg megtisztelt bennünket, de így a végére csak sikerült valamit összehozni. Úgyhogy még jó alkotás, még 2 hét van karácsonyig, úgyhogy azért még lehet. Na, további szép estét nektek, sziasztok!